Hálagyötrött Isten anyja, kín az arcát könyvbe vonja, úgy síratja szent fiát, úgy síratja szent fiát. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől a Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, akik egy imádkozó közösség sokasságával töltitek most be ezt az üres templomot, a szent angyalok hajlékát itt Gazdagréten, a Szent Mise áldozat ünneplésével, hiszen tudom, hogy nagyon sokan vesztek körül most a Szent Mise bemutatásánál, amit most csak zárt körben tarthatok meg. De együtt vagytok, együtt imádkoztok, és énekeltek most velem, és azt a lelki ajándékot is megkapjátok, amit az Úr az igéjében és a lelki áldozás kegyelmében ad nektek. Az adakozó szándéka szerint Élő György testvérünkért ajánljuk fel a mai szentmisét, de a szentmise imáiba foglalom azt a sok tragédiát megélt édesanyát, akinek a napokban volt halála 25. évfordulója, 88 éves korában halt meg annak idején Terész testvérünk, Teri néni, akiért ugyancsak imádkozunk a mai szentmisében. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, Te szüntelenül munkálod az emberek üdvösségét. Most azonban még bőségesebb kegyelemmel örvendezteted meg népedet. Tekints jóságosan választottaidra, akik már megkeresztelkedtek, vagy most készülnek a keresztségben újjászületni. S támogasd őket segítő oltalmaddal, a mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ezékiel próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Én kiragadom Izrael fieit a népek közül, ahová elhurcolták őket. Összegyűjtöm őket mindenhonnan, és a saját földjükre vezetem őket. Egy néppé teszem őket országomban, és Izrael hegyein egy király kormányozza majd őket, és nem alkotnak többé két népet, és nem oszlanak többé két országra. Nem szennyezik be többé magukat bálványaikkal, tévejgéseikkel és bűneikkel. Kiszabadítom őket minden tévejgésükből, amellyel vétkeztek, megtisztítom őket, és az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek. Szolgám Dávid lesz majd a királyuk, és egyetlen pásztora lesz mindnyájuknak. Törvényeimhez igazodnak, és szemük előtt tartják parancsaimat, és teljesítik azokat. Azon a földön laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, s amelyen atyáitok is laktak. Ők is ezen laknak majd, fiaik is, sőt fiaik fiai is, mindörökre, és szolgám Dávid lesz a fejedelmük mindörökké. A békeszövetségét kötünk velük, és ez örök szövetség lesz. Megerősítem és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet, örök időkre. Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Akkor megtudják a nemzetek, hogy én vagyok az Úr, én szentelem meg Izraelt, mert szentélyem mindörökré közöttük lesz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Dicsőség és hála légyen néked, Urunk Jézus. Dicsőség és hála légyen néked, Urunk Jézus. Szakítotok minden törvényszegéssel, mondja mi Urunk Istenünk. Szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket a bűnbánatban. Dicsőség és hála néked, Urunk Jézus. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenem! Lázár feltámasztása után a Mártához és Máriához jött zsidók közül sokan hittek Jézusban, mert látták, amit cselekedett.
Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz és jelentették, hogy mit tett Jézus. Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és így tanakodtak. Mit tegyünk? Ez az ember sok csodát művel. Ha engedjük, hogy folytassa, mindnyájan hisznek majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket és népünket. Közülük az egyik, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit, gondoljátok csak meg, jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nemzet elpusztuljon. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint annak az évnek főpapja, prófétaként megjövendölte, hogy Jézus a népért hal meg. Sőt, nem csak a népért, hanem hogy egybegyűjtse Isten szétszóródott gyermekeit. Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik őt. Ezért Jézus nem mutatkozott többé nyilvánosan a zsidók előtt, hanem visszavonult a pusztasság melletti vidékre, egy Efrém nevű helységbe, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Közeledett a zsidók húsvétja. A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla. Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre? A főpapok és a farizeusok ugyanis ekkor már kiadták a rendeletet, hogy aki tud valamit Jézus tartózkodási helyéről, jelentse, hogy elfoghassák őt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, akik lelki közösségben, imádságos együttlétben most velem vagytok az üres gazdagréti templomban, de lélekben együtt imádkozunk a szentmisében, ti ott vagytok a televíziók vagy más technikai eszközök mellett, és nagy ajándék a média szolgálata ebben az esetben is, hogy az igét, az imádság erejét, az összetartozás tudatát átadhatjuk egymásnak. Hiszen ti, akik most egyedül vagytok magányotokban, vagy netán ágyhoz kötve, vagy pedig családi körben ünnepeltek, imádkoztok, hallottam arról is, hogy vannak olyan családok, akik végig imádkozzák a szentmisét ugyanazokkal a külső jelekkel, nem most hirtelen az ágyból fölkelve pizsamában vagy hálóinkben, hanem felöltözve és a liturgikus gesztusokat, a felállás, leülés vagy térdelés gesztusát is gyakorolva. Így ünneplitek a szentmisét. Tiszteletre méltó törekvés ez, amit az Úr Jézus megjutalmaz a lelki áldozás kegyelmével. Egy nagyon fontos mondatot emelek ki az evangéliumból. Az evangélium események, amint hallottátok, arra irányulnak, vagy afelé mutatnak, hogy a népvezetői el akarják fogni Jézust, és a főpap is, mint egy prófétaként kinyilvánítja azt, hogy egy ember hal meg a népért, illetve Jézus a népért hal meg. De az evangélista hozzá teszi azt is, hogy nem csak a népért, vagy a saját népért, vagy érdekében hal meg majd Jézus, hanem azért, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. És ez a kifejezés nyilvánvalóan vonatkozik Jézus saját népére, vonatkozik arra, hogy a választott nép meghívott tagjait
valóban egybe gyűjtse az üdvösségre, hogy minél többen elfogadják benne az üdvösség lehetőségét, hogy higgyenek benne és kövessék őt. De ebben a szétszórtságban benne vannak azok a pogányok is, akik helyes szóhasználata vagy értelmezéssel élve olyan személyek, akik nem tartoztak a kiválasztott nép közösségéhez, tehát nem hitetlenekről, vagy kifejezetten istentelenekről, Isten nélküliekről van szó a pogány kifejezés tartalmában, hanem olyanokról, akik kívülállók a megígért üdvösség és az elsőbség tekintetében. Vagyis mindenki megváltásáért, és minden benne hívőért jött Jézus, hogy összegyűjtse őket, mondjuk most több eszem első szemében, hogy összegyűjtsön minket, és segítsen minket az üdvösség útján. Azért emeltem ki ezt a mondatot most virágvasárnap, pontosabban a nagy hét küszöbén, hogy ebben megtaláljuk a vigasztaló üzenetet most a járványveszély időszakában. És éppen a bevezető gondolatokra hivatkozva arra is gondolhassunk, hogy minket Jézus össze akar gyűjteni. Valóban azt akarja, hogy mi egymást erősítő, egymásért felelősséget vállaló közösség legyünk. És ebben a virtuális szentmise ünneplésben egymásra találjunk, egymásra is gondoljunk, egymásért imádkozzunk. Amikor pedig felelősséget vállalunk egymásért a szigorúbb szabályok megtartásával, akkor is a közösségünket építjük, akkor is Jézus oldalára állunk, hogy összegyűjtsön bennünket a felelősségvállalás tekintetében, hogy vigyázzunk egymásra, ahogy ennek sürgető szabályait oly sokan hangsúlyozzák, vagy felhívják különböző módon a figyelmünket erre, hogy felelősek vagyunk egymásért. A társadalomtudomány az emberi csoportosulásnak különböző módjait ismeri, most nem egy tudomány szakmai fogalmait szeretném most közzétenni, de ahogyan a járvány veszély idején is, vagy ennek fokozataiban is használják a szakemberek, hogy van csoportos járványhelyzet, és aztán lehet ez, vagy válhat ez tömegessé. Ehhez ebben a veszélyhelyzetben hozzá kell tennünk a számunkra legfontosabb fogalmat, amely, hála Istennek, ez nem vonatkozhat, vagy vonatkoztatható a járvány veszélyhelyzetére, vagy nem állítható oda a járvány fogalma mellé. Ez ennek az ellenszere, amit most mi is gyakorolunk, ez a közösség. Fertőződni lehet csoportosan, vagy tömegesen, de összefogni csak közösségben lehet. És amennyiben mi a rossz ellen, a gonosz ellen, és ennek következtében a járvány ellen is össze akarunk fogni, akkor nekünk közösséggé kell válnunk. Vagyis a közösség nemes célokért, tartós célokért szerveződik, jó akaratú emberekből, akik egymásnak és a közösségen kívülállóknak is jót akarnak. Ebben a tekintetben nekünk valóban közösséggé kell válnunk. Ami azt jelenti, hogy fontos számunkra a felelősségvállalás, az egymásra gondolás, az egymásért végzett imádság. Ezt üzeni tehát a mai szentmisében az evangélium jó híre. Holnap rátérünk a liturgikus ünneplésünknek arra az útjára, arra szakaszára, amelyben végig kísérjük az Úr Jézust a jeruzsálemi bevonulásával kezdve,
Az utolsó vacsorán és az eukarisztia alapításán keresztül, a keresztútja által a Golgotáig, és aztán kísérjük tovább a föltámadás örömében, halljuk meg a mai napnak üzenetét. Jézus azért jött közénk, azért halt meg értünk, azért áldozta fel magát, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Ennek örömhírével és bátorításával fogjunk össze mi is, a gonosz ellen, a járvány ellen, és a bűnbánatban megújult lelkünkkel építsük tovább az egymásért imádkozó és felelősséget vállaló közösségünket. Amen. Amen. Most imádkozzunk, testvéreim, hogy Krisztus szenvedésével és kereszthalálával egybenőve méltók legyünk keresztségünk kegyelmére. Add, Urunk, hogy értékelni tudjuk keresztségünk kegyelmét, az Isten gyermekség méltóságát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a nagybőti előkészület megmozdítsa a lanyhákat és a késedelmeskedőket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy Krisztus kereszthordozásának szemlélése a buzgó lelkeket tökéletessé tegye. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy minden megkeresztelt ember sóvárogjon a Jézussal való egyesülésre a szent áldozásban. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy a betegek a húsvéti szentségekkel megerősítve türelemmel tudják hordozni keresztjüket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, hogy György testvérünk, akiért a szentmisét most bemutatjuk, megerősödjék, elteljék a te megszentelő kegyelmeddel. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörülő mennyei atyánk, te az ember üdvösségét egyszülötted kereszthalálával adtad vissza. Kérünk, add kegyelmedet, hogy az újjászületés szentségei által megerősítve méltók legyünk Isten gyermeki hivatásunkhoz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. A 65-ös számú éneket folytatjuk. Jász, ha lelkét meggyötörte, kín és bánod összetörte, törnek éle járta át, törnek éle járta testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nemének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyházára. Mindenható örök Isten, te neved megvallásával és a keresztség szentségével készítesz elő minket az örök életre. Fogadd el híveid adományait és imádságait, hogy a benned reménylők elnyerjék vágyaik teljesülését és bűneik bocsánatát, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert fiadnak üdvözítő szenvedése által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked,
A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt, Urunknak vallunk téged, és újongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet.
Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg, Urunk, a sok tragédiát megélt Teréz édesanyáról, akit 25 évvel ezelőtt szólítottál magadhoz ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, s romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba. Ott majd reményünk szerint velük együtt, mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten baránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Kedves testvéreim, akik most velem együtt ünneplitek a Szent Misét, a Szent Áldozási időben a 112-es éneket énekeljük, aki teheti,
kapcsolódjon be a Hozsanna imakönyv segítségével, vagy eddigi ének tudásával. Ez nagy szentség valóban, ezt kívánjuk legjobban, melyet Jézus nekünk adott testamentumban. Jelen van itt test és vér, minden kincsel ez felír. Ha elhagyjuk védkeinket, minden jót ígér. Állj mellettük, nagy Isten, titkos kenyér színében. Légy irgalmas és meghallgass minden ínségben. Te benned van reményünk, életünk és épségünk. Egyedül csak téged kérünk, légy segítségünk. Add, hogy készen lehessünk, boldog halált érhessünk. E világból, ha kiszólítsz, véled lehessünk. Kedves velem együtt imádkozó testvéreim, ha bűnbánatban megtisztítottátok szíveteket, és megnyitottátok az Úr Jézus előtt, akkor most mindazokat, akik ezt kérik, lélekben megáldoztatlak benneteket. Mondjátok velem együtt a lelki áldozás imádságát. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. És most az oltári szentségi Jézus előtt leborulva, Erdő Péter bíboros úr imádságával esdjük ki a Jóisten irgalmát most közös imádságunkban a Jóistentől, a járvány veszély idején. Mindenható Urunk, Atyáink Istene,
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének. Segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmazz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj értünk. Amen. Kedves testvéreim, köszönöm az Úrnak ezt a lehetőséget, hogy ma is sokatokkal, sok kedves testvéremmel együtt imádkozhattam most a szentmisében, bár ez a nép nélküli szentmise hivatalosan itt a templomban, de mégis a néppel együtt imádkozhattunk a média segítségével. Ezért emlékeztetlek benneteket arra, hogy a reggeli, illetve vasárnap a délelőtti szentmiséink élő adásban láthatóak, illetve követhetőek, inkább így mondom, az Apostol televízióban, délután 5 órakor és éjfélkor ismétlésben kapcsolódhattok be az imáinkba, a Hegyvidék TV pedig hétköznap délután 4 órakor tűzi műsorára a gazdagréti szentmisét. Minden nap, jelzem ezt most örömmel számotokra, 1 órától, déli 1 órától, 2 óráig, 1 órás szentségimádásra van lehetőség az Apostol televízión keresztül. Amikor beléphettek ide a Szent Angyalok hajlékába, leborulhattok az oltári szentség előtt lélekben, a monstranciában jelenlévő eukarisztia előtt. Azt is örömmel jelzem számotokra, hogy holnap reggel 7:30 kezdettel
a katolikus krónikában az előrejelzések szerint templomunkról és egyházközségünkről tekinthetünk meg egy összeállítást, beszélgetést. Mindannyiótoknak figyelmébe ajánlom, tehát a Duna Televízióban, a közmédia híres csatornáján reggel 7:30 utáni időben kerül majd sor a katolikus krónikában erre a bemutató előadásra. Most mindnyájatok életére a Jóisten áldását kérem. Élőadásban tehát holnap, virágvasárnap találkozunk legközelebb, 10 órai kezdettel. Akkor majd úgymond vegyes szertartással fogjuk ünnepelni a virágvasárnapot. A Szentmise élő cselekmény lesz majd, de a közösségi részek, amelyeket az ünneplésben most nem tudunk bevonni a Szentmisébe, vagyis a virágvasárnapi körmenet és a passió, ezek majd az elmúlt esztendő ünneplésének a felvételeként tekinthetőek meg, beépítve az élő Szentmise szertartásba. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellenői oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek esztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. A város szívétől délve, angyal tekint az égre, szárnyait kitárja védve, üldítve kincseire. Isten van!